Debrecenbe, Katler Gymbe, Bélának a Kati Vécének a termébe. Általában minden héten, ahogy két hetet lejövünk Miskolcról, mert egy elég színvonalas terem is nálunk, Csajos Miskolcon nincs még ilyen. Egy érdekes edzés lesz így párosítva Krisztiánnal, mert... Többet fog nyomni, mint a Mészi. Igen, tehát egy testépítés, egy előemelőnek az edzése összeboronával érdekes lesz, de hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a végén. És mindenki nagyon fáradt. És ezért benyomunk egy dupla holdbólodot. Igen, minden megiszt, nem csak holdbólodot, minden. Ez igen. De ez speciális, limitált kérdés. Tehát most kicsit próbálunk energizálni és rápörödni az edzésre. Kell a három, nem? De nagyon fáradt vagyok. Hogy a diétáltok, rengeteget vezettem most. Gőzölővel készülünk. És az nálad hogy zajlik? Így, hogy már öregszem, elmúlt a 40, hát egyszer vagyok nagy súlyon. Tehát általában mindig fekvő nyomásra kezdünk, bemelegítés, és vagy 4x4-es széria, vagy egy piramis nyomást csinálunk. De most inkább azt mondom, hogy egy héten csak egyszer vagyok nagy súlyra, és a másik ez is egy könnyített edzés. Tehát hétfőn, általában hétfőn a péntek, vagy kett péntek a fekvő nyomásom, a többi edzésen meg a többi izomcsoportot használjuk mi is. Ugyanúgy kell a váll, hátkar. Most ilyen átlagos edzés lesz, mert héten kétszer már volt fekvenyomásunk, és inkább ilyen kiegészítő gyakorlatokat fogunk csinálni ma. Gyere edzeni! Nem Facebookozzál! Nem Facebookozzál! Szálltek oldalra ír! Pontosan! Igen! Szálltek oldalra ír a Facebookozzál! Igen, igen, pontosan! Írd fel az edzésünket! Igen, közösen edzésünket! Ezt kérdezzük már meg Mészit, hogy ez mi? Célövöldése vagy... De mit az? Ki kapja azt pászlóbondnáló? Kinek van ilyen? Nem sok mindenkinek. Ez a Rexrab díj. Jelenleg két embernek van a világon, hogy 300 kilót tud nyomni fekve rabba. Bár egy kettő rajtad vagy még? Nem, rajta kívül egy van még a kilős szarsernek, 150 kilós gyerek. Neki van még egy, mert nekem kettőnek van ilyen díja. Plusz meg a gólázó, vagy felhúzázó van még három embernek, akkor 400 kilót kell felhúzni rabba. Tudod én az edzés? Széttérm a termet. Meglátjuk. Az adott előszint, ez a, igazítom az edzés mindig. Ha fáradtak? Mindig edzenek észszerűen, és soha ne ragaszkodjanak a leírt sémához. Fogd a körömmel, hanem mindig az adott erőszinthez, hangoltállapothoz kell igazítani az edzést. Itt a teremben le van írva, hogy hátgép edzik-e. Ugye ezt magyaráztam. És akkor várni kell rá fél órát, akkor fél órára a teremben. Nézem. Vagy most nincs kérve, nem érzed magad olyan energikusnak. Persze. Érezzük el, és ösztönösen kell edzeni. Viszont sajnos ma többet kell nyomni, mint Mészi fekve. Ma többet fog nyomni, mint te, mivel te nem is nyomsz. Én megiszom. Don't you believe? Don't you?
edzésre nem volt időm bekeverni, de én most közben fogom. Tehát 10 gram BC, 10 gram vitamin, és 10 gram szupernatural aminosav. Ennyi a titok. Azt azért megkérdezhetnénk nézni, hogy hányszor és mit szokott tenni. Ha már így összekadjuk hasonlóta a póvereseket és padicsokat. Hát figyelj, most a mai ebédem volt húsleves, az teljesen egészséges, plusz paprikás sirke tésztával, meg uborkával, tehát kimondott a testüpítő étrend volt. De estére hozattam a kis abáról szalonnát most. Sirke mellé is marad a ő táplálkozása. 28, 30-ek a csirkemelt, 30-ek a párolt zöldséget és 10-ek a jázmű. Amúgy én is tudtam volna, az az igazság, megmondom őszintén, csak elfogyott a csirkemellem, meg a rizsem is. Meg a zöldség is. A párom csinált nekem fehérjéből csokoládét. Fehér szeletet. Tényleg? Komolyan fehérje, 20 kanál fehérje, tojás, 20 kanál fehérjéből, testsüteményet csinál. Van benne magok, vannak benne zakájuk. Kurva finom. Kurva élet! Nagyon-nagyon finom, fehérre szelet, házilag készített, és isteni finom. Megkenérek nem jutnak. A diéta. Melyik, hogy szar felvenni, mi a fasz? Gyerünk, gyerünk! Kiabálkozzál, mit a nézem? Vannak kritikus időpontok, amikor a szilárd táplálékot turmixszal kell pótolnunk. A edzés után célunk nyilván ugyebár a károsodott izomrostokat ellátni tápanyaggal minél hamarabb. Éppen ezért jönnek képbe a protein és a fehérje turmixok. Én edzés után általában teljesen új izolátumot szoktam használni. Ez ami a leggyorsabban a vérembe kerül és aminósavakkal látja a szervezetet. Aztán mellé. Kulturált a válás volt? Diétában a 100% whey isolate-et szoktam használni. Off-szezonban vagy anabolik whey-t, ezt nagyon kedvelem, mivel elég krémes, vagy 100% whey professional-t, ezt a kettőt. De diétában általában whey isolate-t minél tisztábban szeretnék a szervezetben, és diéta előtt jön be a Zero Isobest, aminek talán már új neve van, ami most nem fog eszembe jutni. Még amit használok, alapkiegészítőket szoktam, én nagyon hiszek az aminósavakban, a glutamin, BC, és más néven elágazó aminósavak. A BC azért nagyon-nagyon fontos, mivel három aminósavból épül fel, ugyebár izoleucin, leucin és valin. Ezek közül szerintem a leganabolikusabb a leucin, és ami legnagyobb szükségben van a szervezetnek. Ugyebár az izomzat 60%-a, 65%-a az glutaminból is áll, és az edzés hatása ezek nagy mennyiségben kopnak. Éppen ezért szoktam edzés közben is egy 10 g-ot glutaminból és BC-ből, és még szoktam használni egy 5 g Super Natural nevezetű aminósavat, ami szabad formában tartom az minden eszenciális aminósavat, és edzés után nyilván ugyanaz, ebből általában 20 g glutamin, 20 g BC és 10 g Supernatural. Ugyanezt szoktam reggel, én teljesen egy jobban nem tudok kardiózni, protein turmixot nem szoktam, viszont zsírégetővel együtt szoktam bevenni a aminósavjamét, és utána egy 20 percben kardiózom. Számomra a legfontosabb kiegészítők a legalapabb a nyilván a vitaminpak, tehát innen indul fel a piramis, eszenciális zsírokra és omega 3, lemagolaj, kapszula, és CLA, ez a három. Utána jönnek a protein turmixok. Protein turmix esetleg egy edzés utáni, mondjuk majd megszártkor szoktam off-szezonba, vagy a diét elején, még mikor magasabb a szén, az összénzárt bevitelem, akkor is abszolút belefér, mivel 2 g cukrot tartalmaz adagonként, és utána jönnek rá az egyéb kiegészítők, úgy, mint a kreatin, az energizálók, és így tovább. Szemezek az alapok. Ez egy kezdőnek is mindenképp így kellene szisztematikusan felépíteni a táplálék egészítő arzenáját. Az edzés utáni turmixomat magamnak szoktam összerakni, ami tartalmaz vitárgót, három adag izolátumot, az aminósavakat már elmondtam, viszont nagyon sokszor nincsen időm elkészíteni, vagy ezzel bajlódni, ezért szoktam edzés után egy Max Hardcore-t meginni. Off-szezonban általában napi kettőt szoktam ebből. Egyet reggel és egyet edzés után. És ezt még is szoktak, gondolom. Majd meg szártkor. Nézzi. Ez a titka lanyomásának. Fehér ízek általában inkább. Tessék. Én inkább főleg a fehér viszont, mert és a mostani az új fehérjüket, 100% bio komplex, belga csoki.
Ez jó, mert elnyújtott a felszívódást tesz lehetővé. Mondjuk egy teljes izolátum, ez is teljesen jó. Akár úgy is lehetne ezt edzés után véleményem szerint, hogy egy adag vejájzolét és egy adag vejkomplex, és így több órán keresztül biztos, hogy így van. Én vagy vitágot szoktam, vagy szuperkárt pesztet. Szívesen beállnék, de olyan, mintha ülnék. Annyi haszna van, hogy ott állok. Max számom. Tízes. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Tíz. Hát ez az... lófasz. Ebből látszom, hogy én próbálom dinamikusan nyomni, de az izolátor figyelsz végig az izomra. Egy a különbség a power és a testépítő edzés közt. Szájtekram ebben az évben. Idén is három versenyt tervezünk, Miskolc, Siófok és Budapest. Április 25-én Heineken Klub Miskolc. Jelenleg úgy néz ki, hogy ilyen 130 és 150 versenyző körül lesz a induló létszám. Nagyon sokan jönnek Szlovákiából, Ausztriából. Hát egy nagyon erős mezőny lesz megint. Nekem előtte lesz valószínű a április 14-én a Fibon, és egy rag verseny. Hát én nem voltam, de az még nem lesz csúcsformában. Hogy május 13-14 Zemnél Szlovákia, és utána nekem július 29 Oroszország, Arhangelszk, az a főverseny, amit ilyen. Ebben az évben neked ez a főverseny? Tavasszal. Tavasszal. Ősszel persze a világbajnokságok, Egerben lesz a világbajnokság, Miskolcon rendezzük a magyar bajnokságot, a szlovák magyar bajnokságot. Tehát a tavasz idén ez lesz, erről szól. 100%-ben professzionál. Ez edzés utáni megérdemelt fehérje turmixunk. A testépítővel edzettem muszáj, akkor fehérjét még sinnom utána, nehogy meg legyek szólva. Már jön, már vigyorog távolról. Látod? Krisztián, fehérjét úrmix! Na, azért hiszem, mert finom. Nekem sajnos kardió. Kardió? Úgyhogy még beveszem, amit be kell. De, én nem szeretnék közben kimenni a mosdóra. Mosdóra? Ezért. Kurva titkosan, nem akarok sok vizet inni. Ne, ha túl sokat iszok most előtte, akkor ki kell mennem a WC-re. Így meg nem. Amúgy se általában egyem. Ilyenkor egy 8 litert szoktam inni diétában. Hoppát finom, and flavored. Vagy húzzam kell. A mészi elfáradt. Körös Zoli megmondta, hogy glutamin kell ennem. És nem eszek rendesen, mindig elfelejtem megenni.
és... Hát én simán megszok egy 60 gramot ilyenkor a pontot. 60 gramot? Hány 50, 56 meg. Pont 20 ugye volt az első versenyem, 93-ban. Akkor voltam a világbajnokságon a hatodik. 79 kilós voltam azon a versenyen. És jó kép, nagyon még. Jó képű voltam. És lehet is volt. Kockás volt a hasam. Tényleg kockás volt, és 192 felet nyomtam róla még rabba. Fekvenyomú ruhába nyomtak az a többiek, és úgy lettem hatodik, hogy nem volt rajta fekvenyomú ruha, és 7,5 kilóval kaptam ki az elsőtől. Genetika! Ne, az úgy hívják, hogy edzés. Csütartás. Igen. Mindig edzeni kell, edzeni, és meg odafigyelni kajára főleg.